Köszöntjük Önöket! Sziasztok! Ez itt az Idenéz, a Debreceni Egyetem magazinja. Mai adásunkban beszámolunk róla, milyen egyedülálló ösztöndíjrendszerrel támogatja a PhD hallgatókat az intézmény. Megmutatjuk, milyen külföldi ösztöndíj lehetőségeket, tanulmányutakat kínál az Erasmus program. És eláruljuk, mit üzen Márkó Rossi, szövetségi kapitány a debreceni hallgatóknak. Érdemes lesz velünk tartani! Országosan egyedülálló ösztöndíjrendszerrel támogatja a PhD hallgatóit és oktatóit a Debreceni Egyetem és az intézményt fenntartó alapítvány. A kiegészítő, a kiválósági és a professzori ösztöndíj, valamint a tudománytámogatási programra összesen mintegy 8 milliárd forintot fordítanak. Rendkívül fontos egy egyetemi életében a kiszámíthatóság, a jövőkép, és ugye ebből fakadóan például az itt dolgozóknak az életpályamodell. Ugye 2021-ben már indítottunk egy olyan életpályamodellt, hogy egy bérrendezés és egy ösztönző rendszert valamennyi munkavállaló vagy megbízási szerződéssel itt dolgozó számára tudtunk biztosítani. Emellett ugye egy infrastruktúrafejlesztési program megy, hiszen megint csak egy egyetemi életében, tudomány életében rendkívül fontos, hogy legyen is hol oktatni, kutatni magas színvonalon, és emellett pedig most érkeztünk el oda, hogy a hallgatóknál pedig egy olyan több lábon álló életpálya modellt tudjunk felmutatni, akik a tudomány terére mennek, mint például a PhD hallgatóknál, ahol azt mondtuk, hogy egyik oldalról az államilag finanszírozott PhD hallgatóknál mindenkinél adunk egy hozzáadott, növelt ösztöndíjat, azért, hogy ő maga is avval tudjon foglalkozni a tudománnyal és a publikációval, kutatással. Még egy fontos dolgot, ha megenged, megemlítenék. Ugye én nem véletlenül beszéltem a professzori kiválóságoktól is, akik egy professzori címet fognak kapni. Ugye ők a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért alapítvány professzori címét viselhetik teljesen jogszerűen, és 5 éven át kapnak havi jövedelmet, plusz jövedelmet, bruttó 300 ezer forintot. Ugye ő esetükben pedig, ha olyan valamilyen kiemelkedő tudományos vagy oktatási tevékenységet végzett, amely az ő közössége erre érdemesnek tartott, és egy megfelelő bizottságok által támogatott módon a közösség ezt a címet adományozza, akkor ő ugye ennek a közösségnek egy olyan megbecsült tagja, tehát akit kiemel a közösség maga közül is, hogy az adott évben ő egy kiválósága volt a professzoroknak. A Debreceni Egyetem emellett úgy döntött, hogy egy kiválósági ösztöndíjat is indít, amelyben az előbb említetteken túlmenően is kíván néhány kiemelkedő munkát végző PhD hallgatók támogatni. Míg az alapösztöndíj az mindenki számára megpályázható a megfelelő feltételek teljesülése esetén, a kiválósági ösztöndíjat csak a másodévtől lehet elnyerni, ahol a hallgató bemutatja azt, hogy korábban mit teljesített. Természetesen úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül egy év munkáját kell itt értékelni, hiszen a Debreceni Egyetemen már a graduális képzésben is megvan azok a lehetőségek, ahol a hallgatók bekapcsolódhatnak a tudományos munkába. A Debreceni Egyetem tehetséggondozó programja mellett a szakkollégiumokra és a tudományos diákkörre gondolok. Tehát azokat az elkötelezett hallgatókat várjuk, akik tényleg úgy gondolják, hogy komoly tudományos eredményeket szeretnének elérni, és utána bekapcsolódnának a Debreceni Egyetem oktatói-kutatói közösségébe, mert amennyiben ebben a programban jól teljesítenek, akkor a Debreceni Egyetem állást is kíván majd nekik felajánlani. A 3 ösztöndíj programból egy a professzorokat, illetve a pályafutásuk végén járó professzorokat, az emeritusokat érinti, akik nagyobb intenzitással tudnak még bekapcsolódni az utánpótlás nevelésbe a kapcsolataikkal, a tudásukkal, a publikációs tapasztalatukkal. Itt mire felfut a rendszer, 30 ilyen professzor vehet részt benne, ez évente 130 millió, 5 éves ciklusba számolunk, mint ahogy egy pályázati ciklusnál is szoktunk, bár ez egy belső rendszer, ez 650 millió forintot jelent.
jelent az alapítványi források terhére. A két doktoranduszokat illető ösztöndíjprogram, amelyből egyik az alapítványi forrásokat érinti, az évi 100 millió forintot jelent, tehát így 5 év alatt 500 millió forintról beszélhetünk. A egyetemet érintő kiegészítő ösztöndíjprogram, ami nagyobb tömegű állami ösztöndíjas hallgatót érint, az évente pontos összegét nem tudjuk megmondani, de 5-600 millió forint forrást igényelhet, ami ugye az 5 éves ciklusban 2,5-3 milliárd forintot jelent, és emellett a tudománytámogatási program, amelyről korábban hozott döntést az alapítvány kuratórium, az évi 800 millió forint 5 éves ciklusban, ez egy 4 milliárd forintot jelent, tehát ha ezt összeadjuk, akkor 7,5-8 milliárd forintos összegről beszélhetünk. A modellváltás óta eltelt már több mint másfél év. Ez a másfél év kellett ahhoz, hogy a rendszerszerűségét ennek a programnak felépíthesse az alapítványi és egyetemi vezetés, és kellett az is, hogy láthassuk, hogy az első év elszámolása hogyan fog alakulni az állammal, hogyan tudjuk teljesíteni azokat a célokat, amit kitűzött elénk az állam, és kitűztünk mi is magunk elé, hogyan fognak ezek a modellváltási források rendelkezésre állni, és ezek tapasztalatában tudjuk most 2023 elején meghirdetni ezeket a programokat a következő 5 évre. Magyarországon a Debrecen Egyetemen működik a legtöbb doktori iskola, ahol összesen több mint 1300 doktorandusz végez különböző kutatásokat 6 tudományterületen. A kiegészítő ösztöndíj, valamint a kiválósági ösztöndíj ahhoz járul hozzá nagy mértékben, hogy a doktoranduszokat egyrészt anyagilag még nagyobb megbecsülés övezze, ugyanakkor nagyobb fókuszt tudnak fordítani a saját kutatási területükre. Biztos vagyok abban, hogy ebben az ösztöndíj konstrukcióban részesülők nagyon hasznosnak találják majd az alapítvány, illetve az egyetem kezdeményezését, és hozzájárul ahhoz, hogy minél többen szerezzenek fokozatot a Debreceni Egyetemen is. Fontos azt is kiemelni, hogy az ösztöndíj mellett a legkiválóbbaknak az egyetem állásajánlatot is biztosít, amelyet elfogadva részesülhetnek az egyetem komplex tehetséggondozó rendszerében. Üzembe helyezték Magyarország legnagyobb teljesítményi szuperszámítógépét az egyetem Kassai úti kampuszán. Commodore az oktatók, kutatók munkáját is segíti a jövőben, és megtízszerezi az itthon elérhető HPC kapacitást. Ez egy Hewlett-Packard gép, úgyhogy köszönjük szépen a HP-nek, hogy ezt a gépet lejártatta és leszállította nekünk. Az összértéke az 4,7 milliárd forint bruttóban, tehát látható, hogy ez nem egy kis gép. Az áramfelvétel az 0,5 megawatt. Milyen olyan feladatunk van nekünk a hétköznapokban, ami két vára fektet egy jó laptopot, akkor hát nem sok ilyen feladatunk van. De az biztos, hogyha két laptopot össze tudunk dugni, akkor nem találunk olyan feladatot, amit ne tudna elvégezni. Most képzeljük el, hogy ez egy olyan gép, amit minden egyes másodpercben 50 ezer ilyen laptopnak felel meg, és 50 ezer laptopnyi kapacitást tud működtetni, hogy mi lehet az a feladat, amihez ekkora gép kell, ugye azért az mondjuk egy hétköznapi ember számára semmiképpen sem triviális. Az egészségügy területén, az anyagtudomány területén, asztrológia területén, de például az autóipar területén, ugyanakkor ez a számítási kapacitás, ez kell. Sőt, mi készülünk arra, hogy ez kevés lesz, ezért ez a gép ez eleve bővíthető minden oldalról, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ismét itt fogunk állni, és arról fogunk beszélni, hogy egy kicsit hozzátoldottunk ehhez a géphez, és most már még nagyobb és még gyorsabb, ehhez az kell, hogy ki legyen használva a gép. Ugye ez egy kutatási infrastruktúra. Javarészt, mondjuk kétharmadrészt, háromnegyedrészt kutatók fogják használni, de reméljük, hogy egyre növekvő részben, talán olyan 20-25%-ban, viszont a vállalkozások be tudják lakni. Reméljük, hogy lesz rá igény. Mi azt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy ez a város ez igenis akarta ezt a beruházást, és az a város, amelyik nem akar egy beruházást, amelyik nem tesz meg mindent azért, hogy ez a beruházás oda kerüljön, az a város nem is érdemli meg azt a beruházást. Azt kell mondani, hogy Debrecen megérdemelt ezt a beruházást. Nagyon szépen köszönjük a segítséget, enélkül nem ment volna mind az egyetem, mind a város részéről. Már 2011-ben az első szuperszámítógép
Debrecenben is üzembe helyezésre került, ahogy akkor Pécsett és Szegeden is. Ma már körülbelül 100 kutató használja csak a Debreceni Egyetemen a szuperszámítástechnikát, és hát nagyon sok mindent megalapoz. Az egyetem úgy döntött, hogy épít egy olyan épületet a Kassai úti kampuszon, ami a következő szakaszát, a következő lépését be fogja tudni fogadni a szuperszámítástechnikának. Az informatikai karunkon a mesterséges intelligencia, az adattudomány óriási lépésekkel halad előre, és szolgálja a műszaki tudományokat, az orvostudományt, és általában a számítást igénylő területeket. Büszkék vagyunk arra, és nagyon örülünk, hogy ez a egész országot szolgáló tudományos infrastruktúra Debrecenben van, a Debrecen Egyetem területén van, és a Debreceni Egyetem kollégáinak a közreműködésével, tudományos hátterével működhet, és ahogy eddig a KIFI-vel rugalmasan és komolyan együttműködtünk, ezt ígérhetem, hogy ez a jövőben is így fog történni. Hogy a jövő egyik legfontosabb erőforrása az adat. Ennek a berendezésnek a segítségével az ipari felhasználók növelni tudják mérnöki teljesítményüket, a tervezési produktivitást és a termékminőség tekintetében is jelentős előrelépést tudnak elérni, és emellett csökkenthetik a gyártási folyamatok átfutási idejét, ami nyilvánvalóan növeli ezeknek a szolgáltatást igénybe vevő vállalatoknak a versenyképességét. És hát ahogy szó volt róla, hogy egy rendkívül univerzális lehetőségről beszélhetünk a szuperszámítógép vonatkozásában, hiszen ennek segítségével modellezhetők a Föld időjárási rendszerei, a bioszféra, az élőszervezetek működése, és akár az űrkutatásba is be lehet kapcsolódni, a galaxisok születése, változása. Ez egy nagyon fontos mérföldkő abban a tekintetben, hogy legyen ebben a városban minden adott ahhoz, hogy a legtehetségesebb kutatók, munkavállalók, fiatalok megtalálják számításaikat a civis városban. Ez egy nagyon fontos adalék ez. Fontos cél ugyanis az, hogy ez a város képes legyen azzal a mikroklímával, azzal a környezettel, amely a város életét jellemzi, képes legyen arra, hogy megtartsa a fiatal talentumokat, itt tartsa a városban, és hosszú távon is a városhoz, az egyetemhez, az itt működő cégekhez kösse. Beszéltünk arról, hogy milyen kapacitás, milyen teljesítmény jellemzi majd ezt a szuperszámítógépet, ezt nem kívánom megismételni, de még ennek a lehetőségnek a tudományos és gazdasági területen túl, ahogy erre kancellár úr utalt, van egy nagyon egyszerű következménye is a város életében. A szuperszámítógép elhelyezése a Kassai úti kampusz területén és a Debreceni úszoda között az a kapcsolat, hogy egy következő hetekben megvalósuló infrastruktúrális fejlesztéssel képesek leszünk a szuperszámítógép által termelt hőenergiát az úszodában hasznosítani. Magyarul a távhőfűtés költségét és távhőt ki tudjuk váltani ennek a szuperszámítógépnek az általa termelt hőenergiájával. A hazai egyetemi centrumok közül elsőként a Debreceni Egyetem szerezte be a legújabb típusú fibroszken készüléket, melyet a májbetegek komplex kivizsgálásában alkalmaznak. A mintegy 60 millió forintos berendezést február közepén adták át a klinikai központ gasztroenterológiai klinikáján. A gasztroenterológia az egy nagyon perspektívikus és egy nagyon rapid fejlődési pályán van már most. Ez folytatódik a jövőben, és hát meg kell nézni a lakosságot, hogy hány ember panaszkodik arról, hogy itt puffad, itt fáj, ott fáj, hányinger, étvágytalanság, hasmenés, csomó baj, és hát a mi feladatunk, hogy ezek a bajok ne legyenek, és a lakosság pedig elégedett legyen. Ennek egy igen komoly szegmense a májbetegségek, akár toxikus, tehát például alkohol, vagy valamilyen mezőgazdasági méreg következtében, vagy a hepatitis vírusok által okozott károsodása, hepatitis A, B, vagy C vírus, vagy egyéb hepatopatogén vírusok fertőzéséről van szó. Tehát ezzel mi most már úgy tűnik, hogy szembe tudunk nézni bátran,
és sikerrel. Ez a szakma igen nagy beteganyagot ölel fel, illetve jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben, és ezért szükségesé vált, hogy a súlyát megfelelő mértékben jelezve fejlesztjük, és önálló szervezeti egységként működtessük a továbbiakban. Azt gondolom, hogy ez a cél, ez igen nemes, és már látszik, hogy az elmúlt másfél évben olyan eredményeket ért el ez a klinika, amely méltán emeli ezt a klinikát az országos élvonalban. Például a gasztroenterológia részeként működő májbetegségek speciális iránya az úgynevezett hepatológia európai elismerést kapott. Amellett, hogy a betegellátást végzik a kollégák, nyilván egy klinikán a tudomány és a minél modernebb eszközök beszerzése az fontos, és ha tudunk érte tenni, akkor meg szoktuk tenni már hosszú évek óta. Most erre a fibroszken eszközre került a sor, és örülünk, hogy az egyetem részeként működő klinikai központnak segítségére tudott lenni most az egyetem más forrásból, de nem csak itt, hanem máshol is jelentős saját forrásbeli hozzájárulásokat tesz az egyetem az egészségügyi területen működő tudomány, és ezáltal a betegellátás fejlesztéséhez is. Ezzel a készülékkel meg fogjuk tudni vizsgálni a májat és a lépet. A máj elasztításának tömöttségéből meg tudjuk mondani azt, hogy egy krónikus májbeteg esetén mennyi kötőszövet rakódott már le a májba, és tulajdonképpen ennek a kötőszövetnek a mennyiségéből tudjuk majd azt becsülni, hogy a májbetegség melyik stádiumában járunk. Emiatt nagyon fontos. Emellett a krónikus májbetegségek, főleg ha már egy előre haladott májfibrózis, cirrózis kialakul, akkor ez portális hipertenzióval társulhat, ami egyfajta szövődménye a betegségnek. A lép elasztográfiával, a lép tömöttségméréssel lehetőség van arra, hogy egyedülálló módon, nem invazív módon a portális hipertenzió mértékét meg tudjuk ítélni, amely a betegek kockázatbecslésében, a terápia megválasztásában mindenképpen nagyon fontos eljárás. Spanyolország, Olaszország, Dél-Korea, te hol szeretnél új tapasztalatokat, szakmai gyakorlatot és barátokra szert tenni? Az Erasmus programban csaknem 500 egyetem várja a Debreceni Egyetem hallgatóit a világ minden részén. Már lehet jelentkezni. Te sem maradj le! Sokkal jobban rájössz arra, hogy mit akarsz, mit szeretsz. Mi a te utad? Egy fél évre indultam, végül egy év lett belőle. Őszintén szólva haza se akartam jönni. Hatalmas egyetem volt, közvetlenül a tengerpart mellett. Rengeteg tervező szoftvert tanultunk, nagyon magas szinteken oktatták őket, hál' Istennek, rengeteget tudtam fejlődni. Egy olyan közösség alakul ki egy ilyen helyzetben, hogy nem számít, hogy te Magyarországról jössz, Franciaországról, Brazíliából, Lengyelországból, vagy akár Oroszországból. Mi mind ugyanazok vagyunk. Körülbelül 500 partnerünk van Európán belül, és olyan 70-80 Erasmus partnerünk a tengeren túl. Hát a hallgatóink elsősorban legnagyobb számban Spanyolországban, Németországban és Olaszországban mennek, de sokan utaznak Japánba, Dél-Koreába is. Következő évtől már Malajziába, Kuala Lumpurba is tudnak tanulni hallgatók, úgyhogy igyekszünk fejleszteni a partnerkapcsolatokat. Már gimiben tudtam erről az Erasmus programról, és igazából már azelőtt mondtam is magamnak, meg ott a családnak, hogy Erasmusra biztos megyek, még mielőtt tudtam volna, hogy milyen szakra megyek. Mivel az egyik fő irány, ami érdekel így a pszichológián belül, az így a társadalmi, szociális, interkulturális, ami pont arról szól, hogy így a kultúrák közötti különbségeknek a pszichológiája, és szerintem ez, hogy így ennyit megtapasztalok, ennyiféle kultúrával, főleg így, hogy még tanulok is benne, az szerintem nagyon sokat fog majd a jövőben hozzáadni a munkámhoz, meg a tanulmányaimhoz.
Karolinska Institute-tal, amely az orvosképzésben vezető helyet tölt be Európában. Az agrárképzésekben Wageningen, aki szintén a rangsort vezeti Európa szinten, ő is partneregyetemünk az Erasmus programban. A Carpe konzorciumban részt veszünk Smart Cities vonalon, Hamburg mint partner, Utrecht, Valencia, Turku, tehát számos egyetemmel dolgozunk együtt, nagyon szoros együttműködésben, valamint ha szakmai gyakorlatokról beszélünk, akkor az ENSZ turisztikai világszervezete is fogad gyakornokokat a gazdaságtudományi karról. Ilyen koncentrált, meg tartalmas két hónapja még senkinek nem volt Erasmuson szerintem. Már megérkezésem napján az egyetemen kezdtem, és már egy olyan műszert használtunk, amit még nem is használtam. Pont az előző őszi fél évben itt a Debreceni Egyetemen is volt egy ilyen kurzusunk, ahol elemeztünk ilyen kétdimenziós spektrumokat, és jó volt, hogy míg a többiek ilyet szemekkel néztek rá, nekem már ebben volt rutinom, hiszen egész nyáron ilyennel foglalkoztam. Egy nagyon összetartó közösség volt a PhD-sokból, illetve ifjú oktatókból, akik azonnal befogadtak, és velük rendszeresen jártunk kiszolgatni, meg beszélgetni, kirándulni. Tényleg csak el kell kezdeni, e-mailt kell írni, sok esetben tényleg ennyivel kezdődik az egész, és aztán már a pozitív válasz már lelkesíti az embert, hogy már örömmel fogadják, és hogy segítenek neki mindenben. Tulajdonképpen bárki, aki a Debreceni Egyetem hallgatója, részt tud venni a programban. Alapképzésből, mesterképzésből, osztatlanképzésből tudnak menni hallgatók PhD képzés alatt is. Sőt, most már a rövid programokat is tudunk ajánlani, ezeket az úgynevezett blended intensive programokat, BIP-eket, amelyek egyhetes kiutazást tesznek lehetővé. Vannak, akik inkább a részképzésre mennek, ahol kötetlenebb képzési forma van és jobban beilleszthető a részképzés a tanulmányaiba. Vannak olyan képzéseink, ahol inkább a szakmai gyakorlatok irányába mozdulnak el a hallgatók, de minden hallgató számára lehetőség van a végzés utáni szakmai gyakorlatokra is, tehát friss diplomásként is kipróbálhatja magát külföldön minden hallgató. Életed legjobb éve lesz, életed legjobb napjait fogod megélni, és utána nem ugyanaz az ember leszel, aki voltál, hanem is sokkal több, másabb ember leszel. Különleges vendégelőadó érkezett a Debreceni Egyetemre. Márkó Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a teltházas Odeonban beszélt a magyar futballban eltöltött éveiről és a válogatottnál szerzett tapasztalatairól. It's a big pleasure and a big honor at the same time to be here, to be invited by you, of course. I came here because I was invited. They explained to me that there is also tomorrow there will be the final of big tournament here in the university. I heard about the huge number of students, foreigners, Hungarians that belongs, that are studying here in the university is something unbelievable, and that's why this university is the most important of the East Europe. I was never a teacher, I'm not a teacher, I don't want to teach nothing, I would like only to share my how can I say, my way of thinking football and life in general, the sport in general, is an important aspect of the social life, of the life, absolutely. Well, if you are professional or not, so it's important. Hungary has a vision of sport that is very important. I say several times that Hungary is a sport country in which there are many, many, many excellence in every kind of sport, and probably in football we have a lot of work to do in order to achieve the same result that many, many sportsmen and women are achieving in many other sports in Hungary. So we have to work, we know this, but we are in a place, in a country in which people love sports and especially love football. So
we need to be committed and to work a lot for that. I was in the university in Torino. I was in the university. I gave a couple of exams in medicine, yeah. But then I left because I moved from Torino to Napoli, and it was complicated for me to study and to play at the same time because of logistical aspect, and also because at that time my wish was above all to be a football player. If I could come back, to be honest, I would like to play and to study at the same time. Because when you study, you never lose your time. The main message that I would like to share with them is that in life, not only in the studies, but because now this is, we can say, one of the first step in their life. They, I think, I suppose, the majority of them are youngs. So, of course, this is one of the first step in their life, in their professional life. And they must be always motivated and committed. Even if they realize and they are aware of the fact that they are talented, it's not enough. The talent is not enough. You need to be committed. You need to work on your talent, because thanks to your effort, you can take confidence in yourself and you could be successful. 2005 óta van egy mindenki számára felvehető tantárgy az egyetemen, a labdarúgás elmélete és gyakorlata címmel. Ez egy szabadon választható tantárgy. Most talán a 35. szemeszterbe fog indulni éppen, és több mint 5000 hallgató hallgatta ezt meg. A kezdetekben 180 embernek engedtük felvenni, utána csak 100-nak, hogy válasszanak más tantárgyakat is. Általában 10-15 perc alatt telik be ez a tantárgy, és ugye mindig külső előadókat hívunk. Szövetségi kapitányok is voltak már többször, de regnáló szövetségi kapitány még soha. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Marco Rossi népszerűsége is az, hogy megtisztelte az egyetemet, hogy időt szakít erre, hogy itt találkozzon az egyetem polgáraival, és 350-en várják a színházterembe. Azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű alkalom, és megtisztelő számunkra. Még a 2000-es évek elején egy Buzánszki kupát követő, díjátadót követő ünneplésen, ha megemlíthetem, Bágy Zoltán kancellár úr fogalmazott úgy, hogy lesz egyszer a Debreceni Egyetem sportoló egyetem. Mindezt akkor mondta, amikor a Debreceni Egyetemnek még egyetlen sportszakos hallgatója sem volt. Ugye őt ismerve, rendszer szemlélettel szépen hozzálátott ennek a tervnek a megvalósításához, és elkezdte megírni a Debreceni Egyetem sportstratégiáját. De megtette az első gyakorlati lépést is annak az irányába, hogy itt valóban sporttudományi képzésre kerüljön sor. És ez a gyakorlati képzés a labdarúgás elmélete és gyakorlata című szabadon választható tárgynak a bevezetése volt. Azóta nagyon sokat fejlődött a Debreceni Egyetem. Ma már több mint 800 sportszakos hallgatónk van. Úgyhogy egyszer ez az álom valóra válik. Sapevo che questa di Debrecen è l'università più antica più di Ungheria, ma non solo di Ungheria, una delle più importanti, se non la più importante dell'Est Europa, ma certo non sapevo nel dettaglio tutti i numeri che mi sono stati forniti oggi, non sapevo nel dettaglio tutte le discipline sportive, tutte, diciamo così, le possibilità di fare sport che ci sono all'interno appunto del campus, ed è stata sicuramente per me una piacevolissima sorpresa. Ho imparato anche oggi qualcosa di nuovo grazie a voi, grazie all'invito che così generosamente mi avete fatto. Ripeto ancora una volta, per me è un grandissimo piacere, un grandissimo onore essere qui stasera in questa università così importante. E niente, credo che questo sia veramente, questa università debba essere e sia il fiore all'occhiello dell'Ungheria, insomma, perché non ce ne sono tante sparse in giro per il mondo, e quindi questa è un'eccellenza ungherese che va rimarcata, un'eccellenza di Debrecen. 500 jó kívánságokkal teli léggömböt repítettek az égbe a debreceni óvodások a főépület előtti téren. A program célja az volt, hogy bátorítsák a felépülésben lévő gyógyulni vágyókat, és felhívják a figyelmet a daganatos betegségben szenvedő gyermekekre.
Ma van a betegek világnapja. Sajnos nagyon sok beteg él mindannyiunk környezetében. Azt hiszem, hogy mindannyian találkoztunk már betegséggel saját magunk is, és a rokonságunk, jó barátaink között is. Nagyon fontos, hogy a beteg emberekkel közösséget vállaljunk. Mi magunk a Debreceni Gyermekklinika gyermekhematológiai onkológiai osztályán leukémiában és egyéb daganatos betegségben, súlyos vérképzőszervű betegségben szenvedő gyerekeket gyógyítunk, és nekünk különösen fontos, hogy érezzük azt, hogy a társadalom, az egészséges gyerekek és felnőttek is szurkolnak nekünk a mi betegeinkért, a mi betegeinknek és a mi munkánkért is. Mind a kettő egyformán fontos. 9. alkalommal kerül megrendezésre a Hallják meg az égiek kívánságainkat. Ez ugye egyre nagyobbra nőtte ki magát, először a tanszék előtt kezdtük, és most pedig már 500 gyerek van itt velünk, 5 óvodából, és nagyon fontosnak tartjuk a saját szervezésű eseményeket, mert így szeretnénk eljutni az emberekhez, és így próbáljuk a figyelmüket az alapítványra felé fordítani. A Debreceni Egyetem óvodája már régóta kapcsolatban áll a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal, és ilyenkor a Betegek Világnapja alkalmából különösen fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek is, az egészséges gyerekek részt vegyenek egy ilyen programon, amikor a lila lufikra felkötjük a kívánságainkat, rajzolnak, vagy pedig a segítségünkkel üzenetet küldenek az ég felé, hogy ezáltal is hamarabb gyógyuljanak a gyerekek, és sok minden jót, szeretetet kívánnak ilyenkor nekik. Óvodánkban érzékenyítő programok is vannak ilyenkor, ilyen alkalmakkor, és különösen fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését, és ehhez hozzátartozik az empátia, az elfogadás, a mások segítése is. Szóval ez egy olyan szívügyünk, amiben minden évben részesülünk, és részesítjük a beteg gyerekeket is. Van, amikor közös programunk van, a kézműves programjaink, a hematológia osztályon a beteg gyerekekkel, természetesen az állapotuktól függően ki, hogy vesz részt, illetve a karácsonyi gálán is rendszerint szerepelünk kis műsorral. Ez volt az Ide Nézz! A Debreceni Egyetem magazinja. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Addig is viszontlátásra. Sziasztok!